Nagyon sok szeretettel köszöntök Lőti Város Önkormányzata nevében mindenkit, aki eljött, hogy hitet tegyen a kerékpározás és az egészséges testmozgás mellett ezen a sportmaratonon, amit mint a gyerek a mocorgók vezetője mondta, most már 15. alkalommal rendeznek meg. Szeretném megdicsérni a szervezőket, akik már hetek óta dolgoznak azon, hogy igaz, hogy az időpont egy kicsit megváltozott az eredeti kihíváshoz képest, hiszen a 40 éves város programfüzetében ez a rendezvény, ez két héttel később kerülne lebonyolításra, de technikai okok miatt erre az időpontra tették, de bízunk benne, hogy ez nem veszi kedvét a kerékpárosoknak, és ugyanannyian fognak részt venni, mint az elmúlt időszakban. Mindenkinek nagyon jó kerekezést kívánok, nagyon szép élményeket, és azoknak, akik pedig azt tervezgetik, hogy a 24 órát végighajtják, azt kívánom, hogy legyen elején kitartások ahhoz, hogy valóra váltsák terveiket. Ezzel a versenyt megnyitom, és visszaadom a mikrofont a főszervezőknek. Még egyszer szeretném megköszönni az előkészítő munkát. Hogyan készült az Egyesület az idei maratonra? Ugye nagyon-nagyon összetett szervezői feladat ez a maraton. Idei éven 15. alkalommal rendezi az Egyesületünk meg ezt a rendezvényt. Ez azt jelenti, hogy ami, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly számnak mondható az elmúlt évek tekintetében. Minden éven rengetegen kerékpároznak, tehát közel 350 fő rész lesz egy ilyen alkalommal. Most az első körben 70-en indultak útjára indításkor. Változott a rendezvény időpontja is. Igen, tehát a rendezvény időpontját ugye most sajnos módosítanunk kellett technikai okok miatt. Ez azt jelenti, hogy a kitűzött időpont két héttel korábbra került, viszont cserében nagyon-nagyon jó időjárás fogtunk, így gyönyörű szépen süt a nap. Mi volt az oka a változásnak? Hát legfőképp biztosítási feladatok ellátása az, ami nem lett volna megoldott a hónapvégi időponton. Igazából ez az, ami talán a legsúlyozottabban kihatott arra, hogy a rendezvény átkerült máshova. Mert ugye a kerékpározóknak a biztonsága a legelső. Milyen díjazásban részesülnek a kerékpárosok? A kerékpárosok ugye minden éven különféle díjazásban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy a távtól függően, tehát a kerékpáros adott évi távtól, egy körnek a távjától függően meg van határozva egy minimum körszám, ami után emlékérmet kapnak, valamint frissítőt, szendvicseket, üdítőt és egyéb izotóniás High Five táplálékkiegészítős italokat, izotóniás italokat, valamint ugye tombola sorsorásra sor kerül, a nap végén több értékes ajándék lesz kisorsorolva, valamint egy mondtam meg kerékpár a fődíj. A 24 órát teljesítők pedig emléklapot, emlékérmet kapnak. Kik segítették a rendezvény létrejöttét? A rendezvény mi voltából adódóan, tehát egy nagyon-nagyon összetett munkafeladat lényegében. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok segítséget kaptunk a Lenti Város Önkormányzatától, polgármesteri hivataltól, ugye az útvonalbiztosítás területén, valamint a Magyar Közútnak is hálásak lehetünk, ugye ők is az útvonalbiztosítással. Nagyon sok segítséget kapunk a Lenti és térsége Polgárőr Egyesülettől, ők ugye a kerékpárosok biztonságáért felügyelnek, útvonalat zárnak, felvezető autót ők vezetik, sok segítséget kapunk a rendőrkapitányságtól, Lenti rendőrkapitányságtól, tehát ugye az első körre is ők jöttek ki, és ők vezették fel az első kört, valamint folyamatosan ugye ellenőrzik és segítik a munkánkat, de nem utolsó sorban az Egyesület tagsága az, aki azért az oroszlán részét úgy lebonyolítja.